Rosamund Pilcher. Szívek a szélben. Forgatókönyv Mónika Simon. Zene Richard Blackford. Már ennyi az idő. Fényképezte Bernd Neubauer. Hol van már Edward? Emelem a poharam a húgomra. És a vőlegényére, Lord Chandonra. Rendezte Karl Kases. Sir Simon, örülök, hogy eljött. A saját szememmel akarom látni, hogy az unokahúgom jól választott. Remélem, nem okozok önnek csalódást. Azt én is remélem. Anyám, hadd mutassam be Sophie nagybátyját, Sir Simon of Winterstone-t. Lady Margaret. Jövendőbeli menyem sokat mesélt már önről. Ön a királynőnk személyes tanácsadója? Igen, élvezem a bizalmát. Így legalább sétáltathatom a királyi kutyákat. Sajnálom, hogy Sophie szülei már nem érhették meg ezt. De hol van már a menyasszony? Igen, én is ezt kérdezem. Douglas! Igen, tudom, hogy már késő van, de a bátyám még nem jött, értem. Ó, nem, te semmi esetre sem. Mert te vagy a vőlegény. Baj szerencsét hoz. Jó, igyekszem. Szemtelenség, hogy megvárat minket. Anyám, már úton van. Egy fél órája is ezt mondtad. Miért nem képes a bátyám még az esküvőre se pontosan érkezni? Vigyázz, Sophie, a fátylad. Ez már rossz omen. Talán nem ma kellene férjhez mennem. Még várnom kellett volna. Hisz egy házasság. Egy egész életre szól. És honnan tudhatom, hogy ő az igazi? Mert a szíved ezt súgja. Edward, te átkozott! Hol vagy? Sophie! Bocsáss meg, már is indulok. A templom előtt találkozunk, jó? Én vezetek. Nem vezethetsz, mennyasszony ruhában. Tanászné már egy órája rám vár. Lady Margaret, te biztosan tüzet okád. Akárcsak én. Sophie! Megsérült. Istenem, annyira sajnálom. Minden rendben. Nos, azon kívül, hogy majdnem elütöttél engem. Justin. Sophie.
Eltört valamid? Nem. Minden rendben. Csak egy kis horzsolás. A táskámban van raktapasz. Hihetek a szememnek? Épp az esküvőmre tartok. Én akartalak elvenni téged. De te Dél-Afrikába mentél a testvéred után. De nem nyaralni mentem, hanem orvosként segíteni akartam. És azóta sem jelentkeztél. Indulás előtt megkértem a kezed. Csak 18 voltam. Túl fiatal. És ki mondta, hogy most már elég idős vagy a férjhez menetelhez? Az unokatestvéred Douglas. Nem volt jogom azt remélni, hogy megvársz. De én mégis reméltem. Dicsértessék. Dicsértessék. Remélem, nem esett baja. Pedig csak akkor bocsátanám ezt meg neki. Anyám, kérlek. Mindjárt itt lesz. Edward! El sem hiszed, hogy mi történt. Na mi? Gyere! Balesetem volt. A ruha, mintha megtaposták volna. Sophie! Jól vagy? Igen. Gyere! Csodálatosan nézel ki. Bocsáss meg! De ma nem tudok hozzád menni. Ma nem. A húgom az idevezető úton balesetet szenvedett. Szerencsére senki sem sérült meg. De remélem megértik, hogy ezek után ma nem tarthatjuk meg az esküvőt. Maradhatsz nálunk, bácsikám. Ameddig csak akarsz. Köszönöm, de az esti vonattal már indulok. A királyné kutyái várnak rám. De indulás előtt még beszélnem kell veled. Négy szemközt. Mit szólnál hozzá, ha elmennénk horgászni? Mint régen. Nagyszerű ötlet. Haragszol rám? Nem, kedvesem. Majd megtartjuk máskor az esküvőt. Gyere. Hazavészlek. Közte. Szeretnék egy kicsit egyedül maradni. Thank you.
Édes Istenem, kérlek, segíts helyesen dönteni. Hallatlan, megbocsáthatatlan, felháborító. Micsoda botrány. Sophie lejáratott minket a nász nép előtt. Te pedig hallgatsz. Mert ismerlek, anyám. Ilyen állapotban úgysem enged szóhoz jutni. Túl sokat engedsz meg neki. Ennek a lánynak elment az esze. Mégis hogy tehette ezt velünk? Sophie-nak balesete volt. De nem esett baja. Csak a ruhája lett koszos. Attól még igent mondhatott volna az oltár előtt. Sokkot kapott. Sokkot kapott? Egy karcolás sem volt rajta, mint ahogy az autón sem. Folyamatosan véded. De ha kíváncsi vagy a véleményemre... Nem kértem a véleményedet. A szépségén kívül, no meg azon, hogy az angol arisztokráciához tartozik, semmi sincs benne, amiért érdemes elvenned. De igen, anyám. Csak semmi értelme ezt veled megtárgyalni. Sosem nyílik ki a szemed, édes fiam. De ne aggódj. Amint összeházasodtok, sok minden meg fog változni. Csodálatos már. El is felejtettem, hogy ez milyen jó dolog. És? Miről akartál velem beszélni? Előbb azt mondd el, hogy érzi Sophie magát. Hát jól. Nyilván tévedett, ezt tudjuk. De úgy látom, rajta megkönnyebbült. Ha engem kérdezel, Douglas Chandon nem az igazi Sophie számára. Azért, mert nem arisztokrata? Há, az egyáltalán nem számít. De Sophie-nak olyan férfi kell, aki megérti a szenvedélyét és osztozik a humorával. Csak nem vagy féltékeny rá, még az elején van. Lehet. Amiről én beszélni akartam, Edward, az apádról van szó. Nagyon hiányzik. El kell mondanom, hogy az egész vagyonát az orvosokra költötte, hogy Ent megmentsék. De végül senki sem tudott segíteni rajta. De hát fizette a tanulmányaimat a Harvardon. És valóra váltotta Sophie álmát, hogy ménese legyen. Te adtál neki pénzt? Ajándék volt, amit soha az életben nem kell visszafizetni. Apád meghálálta. Ő volt a világon a legjobb testvér. Tudta, hogy Sophie esküvőjét már nem éri meg. Nem sokkal... A halála előtt viszont még gondoskodott róla, hogy Sophie-nak csodás nász ajándékot adhasson. Egy fiatal versenylovat. Szélvihar, ha jól emlékszem. És kitől kapott rá pénzt? Ki mástól? Lord Chandontól. Nem egy igazi gyöngyszem. Nos, mit mondhatnék? Elég merev. Ne legyen már ennyire negatív. Kissé megviselte a hosszú út. Ne foglalkozz az ünneprontóval, szépségem. Adjon neki friss vizet, szénet és krumplit. Rendben. Miért is mondtam? Meglátja, reggelre fit lesz.
Szép volt, Douglas. Hello, Edward. Ellened sosem állnék ki. Nem neked kell szégyenben élned. Hogy van, Sophie? Már sokkal jobban. Sőt, ma reggel már kimondottan boldog volt. Megérkezett az új lova. Szélvihar? Igen. És tudom, hogy te adtál apámnak pénzt, hogy megvegye. Sophie-nak egy szót se erről. Megígértem az apádnak. És ha már házasok leszünk, úgysem fog számítani. Viszont még nem vagytok azok. És 35 000 font nem kis összeg. Mindenképpen vissza akarom neked fizetni. És mégis miből, ha kérdezhetem? Apátok semmit sem hagyott rátok. El akarod adni a házat? Nem vagyok olyan gazdag, mint te, Douglas. De van büszkeségem és becsületem. Egy családi örökség, amit pénzzel nem lehet megvenni. Mit csinálsz te itt? Afrikai szokás halálra rémiszteni a vendégeket. Nem, dehogy. Bocsáss meg. Örülök, hogy látlak. Visszahoztam a táskád. Köszönöm. De mondd, honnan tudtad, hogy itt vagyok? Régen itt lakott az intézőtök. És gyakran bujócskáztunk itt. Az már nagyon régen volt. Mintha tegnap lett volna. Nem akarsz behívni? Inkább nem. Évek óta nem laktak a házban, és... Semmi gond. Úgyis csak a táskát hoztam el. Még nem is gratuláltam a házasságkötéshez. Arra nem került sor. Miért? Jól figyelj. Először is elkéstem az esküvőről, mert veled karamboloztam. Hadd javítsalak ki. Nem hagytál elég helyet. Aztán szerelmet vallottál is. Megcsókoltál. Nem bírtam ellenállni. Csodásan néztél ki a fehér ruhában. Más feleségét nem szokás megcsókolni. De hát férjhez sem mentél. Igen. Mert balesetem volt miattad. És te csupán annyit tudsz mondani, hogy... Szavamra mondom, ez a ló nem egészséges. Adjunk neki még egy kis időt. Szia, Hugicám! Na, hogy van, Szélvihar? Nem jól. Mi történt? Olyan vagy, mint aki szellemet látott. Úgy is mondhatjuk. Találkoztam Justinnal. Justinnal? A balesetemnek ő volt az okozója. Ezt nem hiszem el! A legjobb barátom hazatért! Miért nem ezzel kezdted? Mi van veled? Amikor Justin elment Afrikába, hónapokig sírtál utána. Köszi, hogy eszembe juttattad. Annyira gyerekesen viselkedtem. De már felnőttél. Teljesen magabiztosan kezelted a találkozást a régi szerelmeddel. Ami volt, az elmúlt. Én most már Douglas szeretem. És ha tegnap nem késel el, akkor...
már a felesége lennék. Sajnálom. Lady Margaret, szeretnék elnézést kérni, amiért tegnap. Remélem, tisztában vagy azzal, mekkora botrányt okoztál. Nem beszélve a kiadásokról. Egy egész násztép ötfogásos menüjét kellett visszamondanom. Sophie! Anyám, leszel kedves kifáradni, hogy kettesben teázzunk? Köszönöm. Jó híreim vannak. Engem egyáltalán nem érdekel, hogy ki mit mond. Kérlek, Douglas, mondd el, hogy mi az. De kíváncsi valaki. Igen. Hát jó. Nem akarlak tovább váratni. Megvan az esküvő új időpontja. 2 hét múlva vasárnap. És az ebédre is sikerült remek árat kialkodnom. Ez majd megnyugtatja anyámat. Sophie! A lovad eszi a virágaimat! Most aztán végleg megutált az anyád engem. Ja, ugyan már. A kertészünk holnapra már rendbe is hozza. Nem maradsz vacsorára? Majd máskor. Szélvihar miatt. Ápolnod kell az új lovadat. Az esküvő után ennek vége. Kérlek, nyugodj meg, a virágok újra nőnek. Nem a virágra értem, hanem Sophie saját ménes ötletére. Ha Sophie lovakat akar tartani, akkor megteheti. Elvégre az én pénzem is anyám. 30 éves korodig én kezelem a vagyonodat. Apád nem hiába ezzel a kikötéssel hagyta rád az örökséget. Az a te ötleted volt. Mert aggódom érted. Douglas, tudom mennyire hiszékeny és jó szívű vagy. Akárcsak apád volt. És ha most megbocsátasz? Gratulálok! Normál esetben apámat nehezebb lerázni. Az az igazság, az apád jó emberismerő. És végül sikerült évfolyam elsőként végezni. Csak el ne szállj! Jót a helyébe, jót várj! Na majd meglátjuk, hogy alakul ez a mindennapi életben, ügyvéd úr. Hidd el nekem, nem lesz gond. Muszáj mindig a tiéd legyen az utolsó szó. Nem. De szeretnék még mondani valamit. Köszönöm a támogatást. A segítséged nélkül sosem jött volna létre a szerződés. Szívesen. Biztos vagyok benne, hogy majd meghálálod. Az irodában találkozunk. Na, igen. Justin! Hopsz! Úgy nézel ki, mint aki egy egész családnak vásárolt be. Igen.
Na gyere, hadd öleljelek meg te. Edward. Nem akartam elhinni Sophie-nak, hogy hazajöttél. És? Hogy vagy? Jól, köszi. Gyere, meghívlak egy italra. Most nem jó. Semmi baj, akkor este. Köszi, de ma tényleg nem jó. Hé, te vagy a legjobb barátom. 2 éve semmit sem tudok rólad, és most visszautasítod a meghívásomat. Szerinted ez rendjén van? Nincs. De csak egy ital, rendben? Csak egy ital. Első percben megmondtam, hogy gond van vele. Több tucat versenylovat gondoztam már, bajnokokat. Még Escotban is dolgoztam. Tudom. Mit akar mondani Carl? Hogy ez a ló beteg. Nem csak a lába, hanem kólikája is van. Sajnálom, Miss Sophie, de szélvihar nem volt jó befektetés. Justin, nem is tudod, hogy mennyire hiányoztál. És hogy mennyire csodáltam. Téged és Oliviát. Na, gyere! Amíg mi egy pohár viszki mellett nyavajogtunk, ti megléptetek. Két sört kérek. Afrikába mentetek. Hogy másokon segítsetek. Na, gyere! Pedig orvosként fényes karrier várt volna rád. Igen, épp azért mentem el, hogy ott segítsek, ahol szükség van rá. De nem csak emiatt. Sophie? Igen. Feleségül akartam venni, de ő... Túl fiatal volt. Köszönjük. Igen, tudom, hogy fiatal volt, de aztán én is belefáradtam. Főleg Margaret néni eltávolító stratégiájában. Mi? Nem is tudsz róla. Nem. Amíg én távol voltam, minden tönkretett a birtokon, és az örökségemet is eladta. Nagyon csúnyán beszélsz a családod egyik tagjáról. Igen. Most mennem kell. Várj még! Hogy van Olivia? Még mindig Afrikában van? Most tényleg mennem kell. Aha. Hogy van, szélvihar? Nos, még szoknia kell. Sikerülni fog neki. Egy olyan tanárral, mint te. Oh. Most biztos szerencséd lesz. Nos, szeretnélek meghívni vacsorára. Justin unokatestvérem tiszteletére. És semmilyen kifogást nem fogadok el. Eljössz? Igen? Eljössz. Nagyon rövid látogatás volt a vőlegényettől. Lady Margaret vacsorázni hívott minket. Ajaj, akkor ki kell találnom valamit. Douglas még elviselem valahogy, na de az anyját. Nekem jobb hírem van. A Franklin és fia ügyvédi iroda elfogadta a jelentkezésemet. Na ne! De. Szépen gratulálok. Köszönöm. Büszke vagyok rád. És én is rád. Sophie kiszámíthatatlan. Vagy mondjam inkább műveletlen. Nem kérek érzelmi kitörést. Mi van Oliviával?
A nővéred nem jött haza veled? Lady Sophie. Lady Margaret, köszönöm a meghívást. James, szolgálja fel a levest, amíg még meleg. Na és? Hogy van a bátyád? Remélem csak egy kis nátha és nem influenza. Már végre lement a láza. Akkor ez egy újabb kifogás volt. A bátyától már megszokhattuk. Milyen joggal kételkedik Edward szavaiban? Joga van betegnek lenni? Ezt a barát mondja, vagy az orvos? Én itt nem szerepet játszom. Pedig mégis. Ha jól hallottam, megfosztottak a praktizálási jogottól. Ez igaz? Igen. Bocsássanak meg. Muszáj volt, anya. Csak van jogom a saját házamban az igazságot elmondani. Sophie, kiül a levesed. Köszönöm, de elment az étvágyam. Mindkettőnknek nehéz, tudom. Minden annyira zavaros. De bíz bennem. Minden rendben lesz. Mindjárt jövök. Justin! Justin! Hey, tudom, hogy itt vagy! Szia! Megijesztettél. Bocsáss meg, nem akartam. Ne kérj folyton bocsánatot. Mondd el, mi van veled? Hallottad Lady Margaretet? Orvos vagyok, engedély nélkül, vagyis egy senki. Oh, Justin. Ez a hangsúly nem illik hozzád. Pont ez hiányzott nekem. Mi? Hogy ilyen kedvesen a hajamba túrsz. Te remek orvos és diagnoszta vagy. Miért vonták be az engedélyed? Nos, az afrikai kórházban, ahol dolgoztam, botrány tört ki egy nem kellően kutatott gyógyszer miatt. Belekeveredtem, de nem voltam hibás, épp ellenkezőleg. Nem is feltételeztem. És Olivia? Semmi köze nem volt hozzá. Te, ez a ló. Úgy tűnik, meg van duzzadva a lába, és forró. Shantit? Ha gondolod, szívesen megvizsgálom. Miért is ne? Bár konzultáltam a környék legjobb állatorvosával, de egy engedély nélküli orvos, hát ha okosabbat mond. Ó, köszönöm a bizalmát, Lady Sophie. Változtattam az ülésrenden. Sophie-val középen fogtak ülni, jobb és bal oldalon pedig az arisztokraták. Elárulnád, hogy miért húztad ki Millie nénit a listáról? Mert csöppet sem illik egy Sir Simon vagy egy Winterstone gróf mellé. De hát a testvéred? A családodból senkit sem hívsz meg? Drága fiam, úgy örülök, hogy az apáddal való házasság után egy teljesen új világba csöppentem.
És elhiheted, a régi egy percig sem hiányzott. Még ha apád rokonaival nehezen is jöttem ki. Anyám, kérlek. Ne gyere most megint azzal, hogy téged sosem tiszteltek. Így volt, és így is lesz. Mindig felhányták, honnan származom. És nekem erősnek kellett lennem, és vigyázni arra, hogy apád meggondolatlanul nehogy a testvérére és Justinra hagyja a vagyont. Ez már rég a múlté. Afrikából hoztam gyógynövényeket. Jól gyógyítják a gyulladást. Aha. És itt egy lista is. Köszönöm. Ha olyan jól hat, amilyen büdös, akkor biztosan meggyógyul. De ahogy látom, allergiás is valamire. Valamelyik takarmányra reagálhat rosszul. Biztosan a beléndek, vagy a dohány lesz az. Erre én is gondoltam. Minden egyes elszívott szivar után romlik az állapota. De paradicsom és krumpli is lehet. Krumpli? Aha, igen. Azt gyakran adunk nekik a fehérje miatt. Az okozza a kólikát. És azért is sántít, attól dagad fel a lába. Sőt, súlyos esetben anafilaxiás sokkot okozhat. Úgy érted, elpusztulhat? Amiatt még ne aggódj. Amíg szélviharnak te viseled gondját, nem eshet baja. Bocsáss meg, egy pillanat. Igen, tessék? Itt dr. Samuel Madison. Samuel. Hol vagy, Angliában? Szeretnéd tudni, mi? Szeretném visszakapni Oliviát. Csak egy pillanat. Jobb, ha most hazaviszed szélvihart. Pihennie kell. Köszönöm a segítséget. Nagyon szívesen. Samuel. Samuel! Az új takarmánylista. Szélviharnak allergiája van. Hát jó, ha maga hisz benne. Természetesen. Na? Szeretnék bocsánatot kérni a tegnapi miatt. De hát nem is a te hibád. Igen, de ismerem az anyámat. Tudnom kellett volna, hogy a régi viszályt Justinnal sosem felejti el. Milyen viszályt? Fölösleges beszélni róla. Elmegyünk ma este vacsorázni? Csak mi ketten? Szívesen, de már elég érkeztem. A bátyám a sikeres vizsgáját ünnepli. A Whitehart kocsmába megyünk. Gyere te is. Inkább nem. Edward ki nem állhat. És őszintén bevallom, hogy ha nem a bátyád lenne, messzire elkerülném. Meg kell mondanom, hogy az új takarmány eléggé drága lesz. Miss Sophie. Emelem poharam rá, Edward. És a dicséretes vizsgáidra. És az új állásodra.
Köszönöm. Hát persze. Oké. Okay. És most ünnepeljük meg a legjobb barátom Justin hazatérését. Igen, és ezt a kört én fizetem. Gyere, táncoljunk. Egészség. Egészségetek meg. Szabad. Ki ez még? Ó, igen. Ó, mennem kell. Találkoztam vele. És mit mondod? Csodás este volt. Igen. Edward boldognak tűnik. Igen. Mi van veled? Alig beszélsz. Ezt pont te mondod. Amióta hazajöttél, szinte kerülsz. Azt sem mondtad el, hogy mi van a nővéreddel. Olivia jól van. Na, pont erről beszélek. Kérdezek valamit, és te úgy válaszolsz, mintha idegen lennék. Mégis mit vársz tőlem? Kikosaraztál, aztán gyorsan beleszerettél Douglasba. Ha nem mész el Afrikába, én... De már nem bírtam itt tovább. És te... Azt hittem, időt kell adnom neked, ahogy te is kérted. A szakításunk óta minden éjjel és minden nap rád gondolok. És amikor megláttalak a mennyasszonyi ruhádban, úton egy másik férfi felé, összetört a szívem. Aj, Justin. Sophie, édesem, ez volt életem legszebb éjszakája. Szerelmem irántad sosem szűnt meg, és szeretni foglak életem végéig. Szeretettel, Justin. Jó reggelt, Carl! Oh, jó reggelt, Doki! Na, hogy van a ló? A duzzanat már teljesen eltűnt, és az éjjel már kólikája sem volt. Pedig nagyon kételkedtem a diétát illetően. Ezt teljesen megértem. De végül sikerrel jártunk. És az első próbafutam is megtörtént. Igazi szélviharként repült végig a pályán. Ennek örülök. További szép napot! Önnek is. És köszönöm, Doki. Samuel.
Összetévesztettem valakivel. Elnézést. Rendben. Semmi gond. Olyan gyönyörű voltál a vacsoránál. Az a ruha sokkal jobban állt, mint a lovagló ruha. Beszélhetek Douglas-szal? Nagyon fontos. Kérem. Mindjárt itt lesz, ülj csak le. Amikor Lord Chandont megismertem, természetesen azonnal felhagytam a munkámmal. Egy nő nem lehet feleség. Feleség és anya meg pláne nem. Úgy, hogy egy őrült hobbija van. A lovak többet jelentenek, mint egy ostoba hobbi. Sophie! Van kedved sétálni? Igen. Mi történt? Nem mehetek hozzátok lesz. Justin miatt, igaz? Láttalak titeket tegnap. Te kémkedtél utánam? Anyámnak igaza volt. Csak kihasználtál engem. Ez nem igaz. Én tényleg szerettelek. Aztán jött az unokatestvérem, és a szeretet már is elmúlt. Én csak hiánypótló voltam. Egy másodrendű tartalék. Te mindig is a barátom maradsz. Sophie. Én szeretlek. És el akartalak venni feleségül. Hogy hazudjak neked? Hogy lehetnék a feleséged, ha mást szeretek? Mindketten boldogtalanok lennénk. Valamit tudnod kell. Az új lovad. A pénzt én adtam apádnak, hogy megvegye. Sylvia, a nász ajándékunk lett volna. Edward nem mondta el? A pénzt vissza fogod kapni. Hugicám. Van egy meglepetésem számodra. Nem nyitott ki? De igen. Karl mesélte, hogy Szélvihar milyen jól szerepelt. Olyat futott, amivel beférne a bajnokok közé. Na? Ez majd szerencsét hoz nektek. Biztosan nyerni fogtok a versenyen. Nem fogunk versenyezni. Tessék? Imént mondtam el Douglasnak, hogy nem megyek hozzá. Biztosan rosszul viselte. Ő adta apámnak a pénzt Szélviharra. Visszafizetni nem tudom. Muszáj lesz eladnom a lovat. Nélküle a ménest sem tudom megtartani. Azon még ne törd a fejed. Majd csak találunk valami megoldást. Remélem.
Köszönöm. Ez az esküvő lesz a szezon csúcspontja. Most beszéltem át a menüt a séffel. Fácán lesz, édes. Douglas, mi a gond? Nem lesz esküvő. Ezt hogy érted? Sophie-val nem házasodunk össze. Nem szeret engem. És erre most jött rá? Az esküvő előtt? Ez hallatlan! Nincs tovább. Vége. És ezt te megengeded neki? Hogy ez a szeszélyes, szemtelen nőszemély bolondot csináljon belőlünk? Hogy az egész világ rajtunk röhögjön? Mit tehetnék? Nem kényszeríthetem, hogy szeressen. Azt nem. De tiszteletet követelhetsz. Olyan leckét érdemel, amit az életben nem felejt el. És ha te gyáva vagy hozzá, akkor majd megteszem én. Ezt megígérem. Senki, de senki sem alázhatja meg Lady Margaretet büntetlenül. Utolsó kör. A doki meggyógyította, és most el akarja adni? Most, amikor minden esély megvan a győzelemre. Nagy kár. Jó napot! Várjon egy percet! Mi a baj? Mi történt? Ki tette ezt veled? Douglas volt az? Bántott téged? Justin, mindennek vége van. De miért? Sophie, kérlek, nyugodj meg, és meséld el. Gyere ide, kincsem.
Én majd segítek neked. Úgy mondtad, mint apa régen. Mert pont úgy szeretlek, mint ő. Edward! Mi történt? Mi a fenét műveltél a testvéremmel? Én? Én szeretem őt. Sosem tudnám bántani. Miattad szakított Douglas-szal? Azért, hogy utána más nővel lásson? Azt meg tudom magyarázni. Olivia, neki mi köze van hozzá? A nővéredet akarod védelmezni? Olivia hatalmas hibát követett el. Rossz férfihoz ment férjhez, és még gyereke is született. Kérlek, higgy nekem! Ha elmondok mindent, azzal veszélybe sodornálak. Téged és Sophie-t is. És azt nem szeretném. Ez nagyon drámaian hangzik. Mert az is. Olivia férje gátlástalan és könyörtelen. Bosszút akar állni rajtam. Minden áron. De miért? Justin, ügyvéd vagyok. Segíthetek. Sem engem, sem a nővéremet nem védheted meg tőle. Ha megpróbálod, akkor te magad is a célpontjává válsz. Meg akar engem semmisíteni, és mindenkit körülöttem. Hiszek neked. Bár nehéz lesz nem beleavatkozni. Megígéred? Bizalmat a bizalomért. Egy valamit tudnod kell. A húgom nagyon szeret téged. És az, hogy Douglas-szal szakított, súlyos terhet nyom rá. El kell adni a szélvihart. Mivel Douglas adott az apámnak pénzt, hogy nász ajándékba megvegye a lovat. Szia, Douglas! Hello, Justin. Mit akarsz? Szeretném megvenni szélvihart. Miért adnám el? Mert úriember vagy. És tudod, mennyire szereti Sophie-t. Sophie átvert engem. Ellenkezőleg, Douglas. Sophie mindig is őszinte volt hozzád. És ezzel el is nyerte a tiszteletedet. Sokat jelent számomra. Még mindig. Teljes mértékben megértem. Tudnom kellett volna, hogy sosem fogod elengedni. Azok után, hogy mennyire szeretted. Ahogyan most is, Douglas. Kérlek téged, engedd szabadon. Miért ellenkeznék? Egy úriember tud veszíteni. Tartsa meg szélvihart. Justin! Jó napot! Ön kicsoda? És mit keres itt? Ugyanezt kérdezem én is. Sir Edward, Justin barátja vagyok. Ahogyan én is. Nem tudja, hol van? A jelek szerint nem itt van. Micsoda perh, nem? Nem tudja esetleg, hol találom őt vagy a testvérét? Nem. Hát akkor további szép napot. Nem is mondta a nevét. Mert nem is fontos. Szia, Justin! És? Beszéltél Douglas-szal? Sophie nagyon boldog lesz. Azt akarom megkérdezni, hogy találkozhatunk holnap az irodában?
Igen. Akkor holnap. Ez volt életem legszebb éjszakája. Szerelmem irántad sosem szűnt meg, és szeretni foglak életem végéig. Szeretettel, Justin. Edward, te egész éjjel dolgoztál? Igen. Voilà. Kész a védőbeszéd. Ó, fantasztikus. A piaci jogszabályt senki sem ismeri úgy, ahogy te. Hogy haladsz a nyomozással? Tudtak a dél-afrikai kollégák segíteni? Igen, elég sok info összegyűlt már. De van még pár kérdés. Amire csak ő tud nekem válaszolni. Hozok egy kávét. Neked inkább duplát, sok cukorral. Köszönöm. Jó reggelt, Edward. Jó reggelt. Kiderítettem pár dolgot. Tudom, miért vonták be az engedélyedet. Afrikában olyan gyógyszerrel kezelted a pácienseket, amik nem engedélyezettek. Hagytad, hogy egy gyógyszergyár lefizessen, és ezzel veszélybe sodortad több ember életét. Aha. És te el is hiszed? Legalábbis ez áll a rólad készült jelentésben. Azt a gyógyszert senkinek nem adtam be. Ellenkezőleg én értesítettem az illetékeseket a botrányról. A gyógyszerezett betegeket kezeltem. És igaz, sajnos volt, akit már nem lehetett. Én hiszek neked. Ki kente rád az egészet? Az az ember, akit lefizetett a gyógyszergyártó. Aki kísérleti egerekként bánt a betegekkel. Akkor miért nem őt vonták felelősségre? Mert az ő szava többet ért, mint az enyém, és mert mindenkit le tudott fizetni. És azért, mert ő a kórház híres főorvosa. Dr. Samuel Madison? Igen. A férfi, akihez Olivia hozzáment, és akitől gyereke született. Igen. De mire rájött, hogy milyen gerinctelen, önző alak, már csak menekülni tudtunk. Tegnap találkoztam egy férfival a házad előtt. A nevét nem árult el, 1,80 magas, szőke... Samuel Madison. Nyugodj meg. Értesítjük a rendőrséget. Nincs elég bizonyítékom ellene. Hát, ha elég lesz egy távoltartási végzés. Úgy látom, még mindig nem érted. Ennek a férfinak nincs lelki ismerete. Megfenyegeted, hogy megöl. És az ég tudja, mit tenne a nővéremmel is.
elválnom tőled. Sophie, mondanom kell valamit. Mi a gond? Megtarthatod szélvihart. Tessék! Oh, hogy sikerült? Nem az én értem. Egy jó barátom segített. Justin, hogy kérhettél tőle segítséget? Sophie, figyelj rám! Justin nem egyedül tért haza Afrikából, hanem Oliviával. Akkor ő volt az a nő, akivel láttam. Én még azt hittem, hogy megcsal engem. Nem is tudod, hogy mennyire boldogát tettél. Várj, még mondanom kell valamit. Majd később. Olivia volt az. Eladó. Maga mit csinál itt? Dolgozom. Érdekli a ház? Nem. Hol van Justin? Azaz Mr. Chandon. Miért adja el a házat? Kérdezze meg tőle. Köszönöm. Oh, Justin! Edward mindent elmondott. Kérlek, bocsáss meg, hogy nem hittem neked. Szeretlek, Sophie. Te vagy az életem. Most muszáj a nővéremet és a gyerekét biztonságos helyre vinnem. Edward segít benne, de addig tarts távol magad tőle. De... Ígérd meg! Nem akarom, hogy veszélybe kerülj. Várj, míg visszajövök. Mindent megígérek. Olivia már vár rám. Hamarosan találkozunk, édesem. Olivia! Már nem kell aggódnod. Minden rendben lesz. Holnap este már nagyon messze leszünk. Samuel ott már nem talál meg. Kérlek, Justin, hagyj egyedül elmenni. Ezt már megbeszéltük. Nem foglak magatokra hagyni. És mi lesz Sophie-val? Várni fog rám. Justin, nem engedem, hogy miattam tönkretedd az életed. De nem teszem tönkre. Ellenkezőleg, ha most cserben hagylak, soha az életben nem leszek boldog. Az útlevelem. Nálad van? Nincs. Biztos a házban felejtettem. Majd holnap érte megyünk, úton a reptérre. Így Sophie-tól is elbúcsúzhatok. A szilánkok szerencsét hoznak. Edward, hol voltál egész éjjel? Aggódtam miattad. Jó reggelt. Mondanom kell valamit. Találkoztál tegnap Justinnal? Igen. Olivia veszélyben van, és a házat is eladja. Tudom. De ne aggódj. Nem hagyom őket cserben. A házat egész biztosan azért adja el, hogy ki tudja fizetni szélvihart. Nagyon szeret téged.
Te most csak a mai versenyre koncentrálj. Szerencsére Szélvihar nem olyan izgatott, mint te. Gyere, ülj le! Elkérhetem a sálat? Tessék. Köszönöm. Remekül nézel ki. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy beleegyeztél Szélvihar eladásába. Nem akarok a boldogságod útjába állni. És miután úgy látom, szeretnéd a barátságot megtartani. Anyám, ez nagyon nagy lelkű tőled. Ráadásul egy ideig még csak az enyém leszel. Indulnunk kell. A belépők nálad van? Igen. És a műsorfüzet? Az is. Hol a legyező? Anyám, a táskádban. Kérlek, szállj be. Jó. A versenypályára megyünk. Hölgyeim és uraim! Újra megrendezésre került a környék legrangosabb lovas versenye. Számtalan új és versenyző, no meg persze látogató tisztelt meg minket a jelenlétével. Üdvözöljük a versenyzőket! Minden rendben. Minden. Szélvihar a legjobb formájában van. Tehetek még önért valamit? Köszönöm. Most már itt maradok. Rendben. Na, szépségem. Sikerülni fog. Hozz nekem és Justinnak ma szerencsét. Ha nyersz, minden rendben lesz. Csintát láthatjuk most átvágtatni a vizet. Micsoda tempó, Dikán! Ha így folytatja, talán még az első helyet is ellophatja. A legnagyobb esélyesünk, Ford Nelson elő. Másodpercek fognak dönteni. Lássuk, melyikük lesz a jó. Nézzük! Lady Margaret. Edward. Köszönöm, hogy eljött. Ha egy pillanatra megbocsátasz. Köszönöm, hogy eljöttél. Sophie örülni fog neked. Fred? Könnyebb lesz, mint gondoltam. Nem is kell még tű sem. A lóallergiás valamilyen takarmányra. Na is? Nem jutok a kezelébe. A tulajdonosa egy percig sem hagyja magára. Az csak bízza rám. Remélem, nem veszed támadásnak, amit mondok. Miről van szó? Apád halála után édesanyád nem vette figyelembe a végrendeletét. Ez igaz? Sajnos igen, Douglas. Konkrét bizonyítékaim vannak. De nem lesz belőle botrány. Szavamat adom, mint ügyvéd. És mint jó barát. Köszönöm. Anyám sajátosan értelmezte a végrendeletet. Igen, így is mondhatjuk. Még beszélünk. Íme egy újabb nagy esélyes. Őt láthatjuk most a pályán. A három éves csődör újabb és újabb meglepetéseket tartogat számunkra. Sophie! Csak sok sikert akartam kívánni. Köszönöm. Douglas is itt van. Nagyon örülne, ha láthatna. Majd a verseny után. Most nem hagyom magára a lovat. Oh, Douglas szomorú lesz. Sok sikert akart kívánni. Akkor megyek, de csak egy pillanatra. Álljon fel! Álljon fel!
Jöjjön! Örülök, hogy eljöttél. Sophie! Sok sikert. Köszönöm. Edward, hozna nekünk egy üveg pezsgőt? Természetesen én fizetem. Sophie, iszol velünk egy pohárral? Vissza kell mennem. Elkísérlek. Utána pedig hozom a pezsgőt. Lady Margaret? Még beszélünk. Vicces, sosem volt ennyire kedves. Talán mégiscsak megjött az esze. Mi folyik itt? A fickó be akart jutni Szilviarhoz. Mire fel? Olyan takarmányt akart adni neki, amire allergiás. És sikerült neki? Nem tudom. Majd kiderül, ha szélvihar győz vagy veszít. Kérem, várjon meg. Mindjárt jövök. Fontosabb pillanata, kezdődik hát a verseny. Fűzíja 50 000 font, a nagy favoritok Lady Macbeth és Diabolo. De nagy meglepetéseket okozhat még Szilvihar is, akinek tulajdonképpen... Sok sikert kívánok! Winterston Groff néje. Szilviharnak ez az első versenye. Gyerünk, hajtás! Győzned kell. Fogd meg. Hová mész? Semmiképp. Megvárom Justint. Justin! Hogy vagy? És Olivia? Mindjárt találkozom vele. Itt a park előtt. Csak el akartam búcsúzni tőled. És Edward? Köszönök mindent. Aztán jól vigyázz rá. Szeretlek. Vigyázz magadra!
Elnézést. Dr. Madison? Sophie, hadd gratuláljak. Miért nem tartóztattad fel? Kit? Ő volt az, ugye? Kicsoda? A férfi, aki megfenyegette Justint. Justin most ment el. Biztosan követni fogja. Justin, végre, késésben vagyunk. Az útlevél megvan? Nincs. Képzeld, fel volt törve az ajtó. Az útlevél nálam van. Menj a pályára. Siess! Samuel, ugye nem bántanád a feleséged? Vagy a gyereked? Nem. Samuel, hagyd békén. Megteszek bármit, amit kérsz. Túl késő, Olivia. Nem akartam már csak boldog lenni. Veled és a gyerekünkkel. De az öcséd minden tönkretett. Mi folyik itt? Nem viccelek. Szólni akartam. Még egy lépés és lelövöm. Hagyd el menni, kérlek. Azt hiszed, megőrültem? Ne! Egy lépés se. Justin, jól vagy? Minden rendben? Igen. Majd én segítek. Többé nem leszel egyedül. Jól vagy? Úgy örülök, hogy vége. Sosem felejtem ezt el. Jó hírem van. A Madison ügy új fordulatot vett. Ez az. Köszönöm a segítséget. Igyekezz. Különben megint legésed a húgod esküvői. Az kizárt. Most már tudom, hogy az igazihoz megy férjhez. A kedvenc unokaöcsém. Szia. Hol van Lady Margaret? Inkább egy földközi tengeri hajóutazást választott az esküvő helyett. Ó, csodálatosan nézel ki. Enyhe kifejezés. Erre kérem. Kedves gyülekezet, azért jöttünk ma ide Isten színe elé, hogy... Lady Sophie biztosan akarja az esküvőt? Ó, igen. Igen. Kedves Justin, akarod-e az itt megjelent Sophie-t feleségül venni? Igen, akarom.
Anyám, mit keresel itt? Túl messzire mentem. Csak azt akartam, hogy boldog légy. Az vagyok. Örülök. Vigyázhat! Ha ha ha.